Tudjátok, a háztömbök hajnalban olyanok, akár a szeméthalmok. Apró kis fények gyúlnak bennük, amikor rózsaszínű az ég, és áttetsző, mert nincs por. Nálunk iszonyú nagy a szegénység. Azt mondják, rajtunk már csak az Istenek segítenek. Hát így várnak itt minket. Elég régóta, de csak én tudtam, hogy jöttek. Szállásra van szükségünk ma estére. Befogadom őket. Eszenyi Enikő a színművészeti főiskola elvégzése után a Vígszínházhoz szerződött, és rövid időn belül a teátrum egyik vezető színésznőjévé vált. Alig 40 évesen már magáénak tudhatott egy Jászai Mari és egy Kossuth díjat. 2009 óta a Vígszínház igazgatója. Számos alkalommal rendezett már külföldön is, többek közt a Cseh Nemzeti Színházban, melynek Mihály Docsek áll az igazgatója. Innen az ismeretség a poszton is nagy sikereket elért Jó embert keresünk című előadás rendezőjével. Amikor igazgató lettem, akkor kerestem azokat a nagyszerű kollégákat, alkotótársakat, rendezőket, színészeket, akikkel majd fölépíthetem a Víg Színházat, és vagyis legalábbis az a műsorunkat, és hát Mihály egy olyan fantasztikus rendező, és hát ugye ő nagyon jól ismeri a nagy színházakat, hiszen a prágai nagy színháznak három komoly épülete van, ami nagy színpad és egy stúdiószínház, és hát őt meghívtam a Mikve című előadás megrendezésére, ami aztán itt volt a poszton is, és hát vele a munkát évről évre fogjuk folytatni. Ő, mivel egy nagy színház igazgatója, mint ahogy én is, nagyon nehezen tudunk elmozdulni a színházunkból, és a következő évben ezért nem jön, Kolozsvárra ment Tompa Gáborhoz rendezni, de a következő évadban újra jön. Úgyhogy reméljük, hogy megint egy nagyszerű munka lesz együtt. Eszenyi Enikő a Jó embert keresünkben a főszerepet játszotta, ami amellett, hogy egy nagyon jó szerep, nem könnyű feladat színészileg, hiszen a jólelkű Sente karaktere mellett az ő ellentétét, a kitalált nagybácsit, a szőrűs szívű Sújtát is meg kell formálni. Mikor a előadásra készültünk, akkor a rendezővel együtt sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan is jelenhetne meg az, milyen legyen a Sújta, ez a férfi. És ugye ez az a tradíció általában, hogy nadrágkosztümben egy színésznő, egy szép nadrágkosztümben, Marlene Dietrich, tehát ilyen Marlene Dietrich-es kosztümben szokták játszani. És a Mihállal mind a ketten megegyeztünk abban, hogy ezt nem szeretnénk. És van egyébként egy fantasztikus cserendező, a Juraj Herz, mondjuk ő hozzá lehet engem hasonlítani, de ez egyáltalán nem volt szándékos, de én mindenképpen szerettem volna, hogy kopasz legyek, és a Mihály pedig kitalálta, hogy legyen olyan szemöldököm, mint annak az amerikai komikusnak, hogy a szemüvegén van a szemöldöke, és akkor így lassan, és a bajsza, és akkor így lassan elkezdtük felépíteni egyáltalán ezt a figurát. A összes színész részt vett egy tréningen, egy hétig, egy úgynevezett maszk tréningen, ahol kifejezetten maszkokkal dolgoztunk, hiszen az arcunk fehérre volt festve, és különböző szerepeket játszottak a fiúk, hiszen itt a női szerepeket is férfiak játszák. És ezen a kurzuson nagyon sok mindent tanultunk, és hát én fokozatosan szembe kellett néznem azzal, hogy a Sentének külön identitása van, és a Sújtának is. És mivel a Sentét azt úgymond maszk nélkül játszom, az ugye az teljesen magamra fordítható, a saját gesztusaim, a saját érzéseim, a saját hangom,
és a súlyta pedig meg kellett csinálni egy teljesen új embert, akinek más az identitása, mások az emlékei, mások a gondolatai, más a gesztusrendszere, és ez a másfajta gesztusrendszer, ez nem feltétlenül olyan, mint az enyém, úgyhogy, és más a hangja. Úgyhogy ezen rengeteget dolgoztam, Horváth Csaba, a koreográfus segített ebben nekem, meg természetesen Mihály, és rengeteget segítettek férfi kollégáim. Férfi kollégáimnak én nagyon sokat köszönhetek, az, hogy nekem itt most két alakítás díjat is kaptam, ez egy nagyon nagy boldogság számomra, de ennek egy része a fiúké, mert én biztosan nem tudok ilyen jól játszani, ha nincsenek ilyen partnereim, ha nekem nem teremtenek olyan körülményeket, és ők mindig ott voltak mellettem, biztattak, segítettek, továbbvittek, fölemeltek, húztak, vontak, szóval sokat segítettek abban, hogy, és hát ugye nagyszerű tehetségek, hogy ez létrejöjjön, tehát nekik nagy köszönet, a rendezőnek nagy köszönet, és még egy nagyon nagy köszönet a Vígszínház közönségének, mert amikor én ezt műsorra tűztem, én nagyon szorongtam, hogy ez hogy fog menni, és az egy nagyon nagy öröm, hogy több mint 30 ezer ember látta ezt az előadást. 30 ezer ember váltott jegyet, illetve hát a bérleteseink, akikben lehet bízni, akik